A kísérettségi három részből áll, az anyanyelvi, a matematikai és a kombinált tesztből. Minden diák tudja, hogy neki melyik okoz majd több fejtörést. Szerintem a matek elég nehéz, de aki érti, meg tudja, az meg tudja csinálni simán. A diákok úgy gondolják, hogy ha időben elkezdik a felkészülést, akkor nem lesz gond a kísérettségén. A tanárok nagyon sokat segítenek nekünk, főleg a matek és a magyar. A kombináltat igaz, még nem kezdtük el, de ennek ellenére abból is gyakorolok otthon minden nap. Van egy felkészítőkönyv, azt megfogom, és tanulok belőle. A kísérettségre való felkészülés már 5. osztályban elkezdődik, vallják a felkészítő tanárok. Hozzátették, hogy a felkészülés segítő kiadvány csak útmutató a tanulás során. Egy rendszert próbálunk bennük létrehozni. Egy olyan keretet próbálunk bemutatni nekik, amelyre tudnak építkezni, amelybe egy teljes kép alakul ki mindarról, amit eddig tanultak, az egy egységes egészé alakuljon a fejekbe, ahhoz, hogy annak alapján ne érje őket egyetlen kérdésre meglepetésként. A diákok az iskolából 60 pontot vihetnek magukkal. Az anyanyelvi és a matematikai teszten 13-13, míg a kombinált teszten legfeljebb 14 pontot gyűjthetnek. A különböző községi és nemzetközi versenyeken elért eredményekért járó pontokat a tavalyi évben létrehozott skála alapján számolják.